must. I just have to find him before it's too late. You said Kavo is your last living relative? Yes. Before Chief Ikaro, the clans warred constantly with each other. Every skirmish claimed another comrade. One by one, I buried my children. And then their children. I'm sorry. I tried to vent my grief on the battlefield, but I never found comfort there. Only in the wisdom of the visions. And even so, I still couldn't prevent Kavo from following the trail of blood. If Kavo joined Regala's rebellion of his own accord, will Hikaru let him back into the tribe? The chief knows the value of mercy and the toll of unending bloodshed. Ezek a melléköltések egyébként nekem maximálisan arra szolgálnak, hogy ezt az egész világot elmélyítsék olyan szinten, hogy megtudhatod azt, hogy milyen emberek élik ezt az apokalipszis utáni világot. És kik ezek az emberek, miben hisznek, mit csinálnak, hogy élnek. Nagyon érdekes egyébként. Annyira szépen megcsinálták a mellékküldetéseket, mindegyiket egy külön történet, ami szerves részét képezi az kerek egész fő történetnek. Így megéri ezeket megcsinálni, és emiatt válik fantasztikussá a mellékküldetés. Ezért is hallgatom végig a párbeszédeket, ezért is vagyok kíváncsi arra, hogy miről mit mondanak egymásnak a karakterek, mert egyszerűen jó hallgatni, amit mondanak. Egyszerűen jó ezeket a párbeszédeket követni. És akárhogy is nézem, egyszerűen hiába van rengeteg, tényleg rengeteg tennivaló a játékban, és egyszer sem éreztem még azt, persze nyilván még sok hátra van a játékból, de még eddig egyszer sem éreztem azt, hogy nem szívesen csinálnám meg. Hogy csak időhúzás lenne. We should ask her. Champion, I fear we must lean on your strength and generosity again. Na? Just tell it to her straight, Dukka. The tribe needs the arena. She's our only hope to getting it open again. Fodrászok túlélték, ezek a törzsi vágások vannak, ahogy mindenkin, igen. We also use the arena to boost the tribe's morale. We use it for training. Herd in machines so our soldiers can experience the glory of the kill in a controlled setting. Which, of course, boosts morale. But Chief Hikaru won't let us reopen the arena until the ballista protecting the field is repaired. We need it in case a machine runs amok, and it was damaged during the cool route. The parts we need aren't easy to find. I get it. You need me to hunt down some machines and grab the parts. We'd ask someone else, but every squad in the Grove is on alert. But the task is not without compensation, right, Kala? Of course. Once the arena is open again, I would be honored to invite you to compete. A wide variety of machines will be available. And I will award you prizes for victory, not just from the arena, but also for medals won at hunting grounds. You'll be able to trade them for some of the tribe's very best gear. Na, akkor megkaptuk az arénát. Along with some bristleback tusks. Both kinds of machines have been spotted near a campfire to the southeast. When you're done, bring the parts to me at the maw of the arena, on the northeast side of the grove. Okay, I'll see what I can do. One more thing. If you're going back into the wilds, I have another duty tied to our soldiers' morale. A regrettable one. Every Tanakhd soldier carries a tag carved with their squad symbol. Rebels have been hoarding the tags of the soldiers they kill. You might find such tags at any enemy outpost. If you do, bring them to me. I'll make sure they're returned to the soldier squad mates and loved ones. Having confirmation sometimes soothes their grief. And there are bounties involved, if that matters to you. I've already found some of those tags. I don't have anything to pay you with here. Bring them to me at the maw of the arena when you can. Thank you, champion. And egyébként nem mondasz hülyeséget, az nem zsírkréta, de zsírral készül. Nagyon hasonló a zsírkrétához, de nem pontosan az. Egy mellékküldetés mesélt el, és itt jön elő a játék zsenialitása.
ez a festék, ez egy úgynevezett bloodstone, azaz vérkőből készül, amit itt a sivatagban lehet bányászni, itt ezen a településen bányásszák, és ezt összekeverik zsírral, ez emberi és állati zsír, és ezt kenik, tehát tulajdonképpen valóban zsírkréta. Tehát döbbenetes amúgy. Tehát amit látsz a szemeddel, azt egyébként a fejlesztők ki is dolgozták. Hihetetlen amúgy. Hihetetlen. Olyan aprólékosságok vannak itt, srácok, ami egyszerűen hihetetlen. Wolverine, nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél. Minden jót neked, szia-szia. Szólítsalak Neónak? Oké. Ha neked jó, Neó. Menjünk rá a homoktenger missionre. Ennek van opcionális küldetése? Sűrített levegő tartály. Gyűjtsd össze a gép alkatrészeket, akkor nézzük meg ezt a sűrített levegő tartályt, hogy meg tudjuk-e csinálni. Ide kell hozzájönni. Na szóval. És Exterion egyébként a... Egyébként mentél is tovább egyből? A main missionnel? Ja, várjunk, csak oda kell nekem menni. Aha. Mármint az Elden Ringben gondolom. Ah, tehát akkor még nem tartasz ott, ahol én voltam tegnap, a tegnapi stream végén. Vagy már eljutottál esetleg odáig? Nem jutottál túl messzire, értem. Hát az első waypoint, igen, az mondjuk valóban. Ebből már gyanús lehetett volna nekem is. De azért megkérdeztem a biztonság kedvéért. Elvileg. Itt kellene nekem találnom, itt van nyom. Értem. Erre jönnek a nyomok. Csordát keresünk most jelen pillanatban. A teljes géphordát meg kell ölnöm? Is dead? Mindjárt én is dead. Ezeket így a legjobb megölni egyébként, hogyha letaglózom őket. Valami lő rám. Azt eltaláltam. Neki mindjárt vége van. Azaz.
You bitch. Az dead. Esznek meg fel kell ezt robbantani, ezt a részét. Jajajajaj, nem vagyunk jól. Egyfolytában kapom a damage-et a szárnyas köcsöktől, ettől, úgyhogy ezt le kéne szedni. Az meg is van. Ez is megvan. És dead. Konkrétan lebontottam róla minden alkatrészt. The kneecap. Good. Okay, that takes care of the machine parts. Just gotta grab the compressed air capsule from Moreland's diving bubble. Tisztítóvíz, tartály, meg fa. Mindent lebontottam róluk, srácok. Mindent. Lényegében mindent, de tényleg. Ropogós skorpió. Még egy ilyet is magamhoz vettem. Itt meg ezt szedtem szét. Mhm. Mi vett észre? Jó van, ezek hagy meneküljenek, most ezekkel nem piszkálódok. Oké. Okay. Ott van egy ilyen cucc, azt mindjárt gyorsan megszerezzük, ha úgyis itt vagyunk közel. Aha, ott egy tábor, ott tudnék egyrészt menteni, másrészt meg időt is tölteni, hogy ne legyen éjszaka állandóan itt a játékban. Most nem enged menteni, mert kombatban vagyok? Nem engedi a mentést, akkor munkapadozzunk egyet. Azt mondja, hogy fegyverfejlesztés. Tudom-e fejleszteni? Nem tudom fejleszteni, mert nincs nálam zöld csillámfürt. En a problema. Mi kell a ruhafejlesztéshez? Ezt sem tudom, mert nincs nálam mászórén farokseprő. Viszont főzetet tudok készíteni, ami very good. Nem is kisett, kicsit kérem közepeset. Egy és kettő. Kettő így, aha. Itt viszont elvileg van egy csomó gyógyító bogyó, van hát. Ez miért nem elérhető? Azért, mert hogy valahol itt kombatban vagyok. Aha, ez most így nem engedi. Jó, mindegy, akkor lehívjuk a mountot és akkor visszamegyünk. Menjünk akkor csak simán így vissza. Kifogytál a nyilvesszőbe, és nem mertél tovább kommandozni, mert hogy te egy íjász karakter vagy egyébként az Elden Ringben, Exterion. Az azért durva lehet, azt megnézném. Egyszer majd kéne nyomni egy kópot, hogy megnézzem, hogy az milyen, amikor nyomod vele. De hogy lehet bemenni? Egészen pontosan? Ja, itt az ajtó. Mhm. Mindenesetre én azért jól körbefutottam.
I thought we were finally going to get away from that place. Well, good thing that Aloy showed up. We'll see. The longer their sojourn in the desert. Nem kéne ezt megcsinálni egyébként így a munkapadon? Először is. Tehát különleges felszerelésből. Sűrített le... Jaj, még azt meg kell találni. Ó, oké. Okay. Itt le kell úszni, gondolom. Mert hogy ide kéne nekünk leúsznunk valahogy. Megvan. Igen, tudom, hogy kevés az oxigén. Nem baj. Van egy körülbelül 5 másodperc, amit kibírunk, mielőtt meghalunk egyébként. Jó, és akkor most beszélhetünk velük, kész vagyunk mindennel. Hello. Azt mondja, hogy megvannak az alkatrészek. Vagabond, csak vettem, az is jó, ha van. Ja, értem. Workbench is all yours. Megcsinálhatjuk a workbench-et. Azt mondja, hogy igen, munkapad használata, that's right. És akkor különleges felszerelés, és akkor most legyártjuk. Innentől kezdve, srácok, van egy merülő maszkunk. Mostantól kezdve a játékban végig, akármeddig lehetünk a víz alatt, tehát meg tudjuk csinálni a víz alatti küldetéseket is. Ezért kellett ennyire erőltetni. Tök jó. Mostantól annyit úszunk, amennyit csak akarunk. Mint a Star Wars baljó sárgában. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. How we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light from a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay. Le tudunk úszni most már. És nézzétek meg, innentől kezdve már nincs problémánk. Nincs problémánk azzal, hogy víz alatt megyünk. Most már annyit megyünk víz alatt, amennyit csak akarunk. Ú, de gyönyörűen meg van csinálva. És ott van valami élő lény. Teljesen lemerültünk. Wow. It started right here, more than 30 years ago. Back when this casino was still called the Temple. One big bet turned my fate around. But now, fate's dealt its cruelest hand ever to everyone. I have to turn the lights out one final time, and the waters of my adopted home will at last run dry. Well, if a dream has to die, at least I can say goodbye first. Stanley Chen. What did he do here? Stanley Chen. 20-60 május 4.
és csak 88 ezer dollárja maradt. $200 milliárdot csinált 3,2 millióból olyan vízszűrési technológiák károsításával, amely az már ugye nem derül ki, mert sérült az adat. Ez is tök jó. Innen is meg lehet tudni egy csomó mindent erről a rég elmúlt világról. Valahol ott kellene szerintem befelé mennünk, de egy másodperc, csak itt még meg akartam nézni, van-e valami. Hát ha találok itt még bármit, de most itt úgy látom, hogy itt már semmi nincs. Aha, ez itt már csak egy víz alatti rész. Ide nem lehet bejönni, ez egy bezárt ajtó. Zseniálisak ezek a víz alatti dolgok. A vagabond, az a Sword and Shield, ezt nem tudom megmondani, azok. Én úgy emlékszem, hogy igen, de nem is emlékszem annyira rá. Itt van teljesen elsüllyedve az egész kaszinó. Ez Poseidonnak a műve egyébként, amit mondott is Eloy. Looks like a way out. Poseidon's down here somewhere. Gotta find where it's hiding. Itt lehet valahol lent a víz alatt Poseidon. Itt volt a bejárat. Ez egy hullámtépő. Hatalmas ez a hely, atyaég. Ja, ez van a sivatag alatt. Igen, igen, igen. E fölött durva sivatag van. Ez masszív, ez hatalmas ez a hely. Tényleg óriási. Wow. Keressen meg a vörös fényt. Erre nem lehet eljönni. Ott van. Ha először meg kell csinálni a szivattyúkat. Uh-huh.
Jó. More machines down here. Az ott egy csattogós fog, és nem tudunk vele küzdeni a víz alatt, az a helyzet. Teddy szája hogy beszél? Jó kérdés. Vagy ezt csak gondolja? Mondjuk úgy, hogy ezt csak gondolja. Képzeljük úgy. Hát egész komoly komplexum van itt. Itt aztán el lehet tévedni rendesen. Gondolom ezeken a csöveken keresztül lehet leereszteni a vizet. Ha. Na. Ezen talán fel tudsz mászni, Eloy. Nem tudunk innen kimászni, de jó. Én gyanítom egyébként, hogy... Hogyan tudnék én innen kimászni vajon? Piros X-eket látok mindenhol. Nem, itt nem lehet, szerintem itt el kell úszni. Vagy nem erre kell elúszni, várjunk csak, nem, innen jöttünk. Akkor viszont lehet, hogy van egy másik irány, itt esetleg ha lefelé megyek. Nem, ez csak egy leeresztő. Ez meg itt egy növény, aha, itt egy létra, ez lesz a jó, igen, itt egy létra. Na. Ezzel meg is vagyok, és akkor úgy kéne, hogy azt itt kirobbantani. Ez megvan. Itemek vannak itt, úgy látom. Fényes karkötő, ezt majd el tudjuk adni nagyon sok pénzért, és akkor ezt el tudom tekerni, szelep, aha. És akkor most kéne visszaúszikálni. Várjunk csak, itt most hova jövök én ki pontos? Ja nem, most ugyanoda jöttem vissza. Aha, itt most vissza kell úsznunk teljesen akkor, ezek szerint. Igen, úszunk vissza totál. És majd akkor meg lesz, és akkor majd másik irányba kellene menni? Aha. Igen, és akkor ott is majd le kell ereszteni a vizet. Itt megy egy csattogós fog fölöttem. Őrületes, milyen jól néz ki ez a gép is. Úgy kéne menni, hogy ne vegyen észre. Próbálnék úgy menni. Ha elment egy másik irányba, jó? Most jók vagyunk. Így. Aztán gondolom erre, ha itt vannak ezek a csövek, gondolom itt lesz vízleeresztő. Ott ki tudunk menni. És akkor tulajdonképpen nekünk most csak az lesz a feladat, hogy ugyanúgy, mint az előbb eltekerjük azt a... Oh, itt egy node. Just shut down the secondary node. No more water for the fountains.
No more shows. No one left to appreciate them anyway. I'll never forget the city's grand reopening. The fountains had been bone dry for years. No one believed they'd ever return. So, as the first bloom arced up in the dome. The domes, the water. He was responsible for all of it. Ezt nem sikerült eltekerni. Érdekes, hogy ezt nem tekert el. Megakadt a rendszer, ha. És most le fog menni a víz elvileg. Okay, I've taken care of both nodes. Now I just need to activate the emergency purge at the maintenance station. És akkor most kell benyomni a vészleeresztést, de ezt mi már majd csak holnap fogjuk megcsinálni. Srácok, köszönöm szépen a figyelmet, innen fogjuk holnap folytatni a Horizon Forbidden Westet. Mindenkinek mondom, aki esetleg még nem hallotta volna a stream elején, majd nézzétek meg a menetrendet. Holnap délután 13:30-kor kezdődik a stream, és egészen délután 5 óráig tart. Úgyhogy hamarabb kezdek, tehát nem délután 4 órakor kezdek, hanem délután 13:30-kor. Tehát 1:30-kor találkozunk itt a Horizon Forbidden West-e holnap. Srácok, köszönöm még egyszer a figyelmet. Holnapra mindenkinek szép napot, jó tanulást, jó munkát, amit csak szeretnétek, és jó éjszakát nektek. Köszi a figyelmet. Sziasztok, srácok, minden jót!